Kampány indult a belföldi mészfogyasztás ösztönzésére. A hazai egyfőre jutó éves mészfogyasztás a 2010-ben jegyzett mintegy 30 dekagramról, csak nem 80 dekagramra. Emelkedett 2018-ra, de még ezeken a számokon is lehet javítani. Magyarországon mintegy 20 ezer méhész található, a méhészetek pedig mintegy 1,2 millió méhcsaládot nevelnek. Az éves méztermelés az elmúlt 10 évben az időjárás és az egyéb körülmények függvényében 15 és 30 ezer tonna között mozgott. A méhészetek alapterméke az akácméz, ami már hungarikum. Magyarország évente mintegy 20 ezer tonna mézet exportál, döntő hányadát az Európai Unió országaiba. A belföldi mézfogyasztás évente 7-8 tonna, írja az Agrárágazat. A témával kapcsolatban pedig vendégük a stúdióban Mányi Gabriella, a Nyíregyházi Méhészek Egyesületének gazdasági vezetője. Kezdjük sokan, jó napot kívánok! Hogyha jól tudom, akkor ez a kampány, ez nem most indult, hanem már bizony több évre visszatekintő történettel rendelkezik. Milyen kampányról van szó? A Mézes Reggeli néven futó kampányunkról van szó, ami országos szintű. Szlovéniából vettük át ezt a kezdeményezést, és a Nyíregyházi Egyesület is boldogan és örömmel vesz részt ebben a kampányban, amelynek a lényege az, hogy iskolákat, óvodákat látogatunk meg, és az idei méz termésünket kóstoltatjuk a gyerekekkel, hiszen azt szeretnénk elérni, hogy minél több mézfogyasztó legyen Magyarországon, és abban bízunk, hogyha a gyerekek minél hamarabb megkóstolják a mézet, és élvezik annak minden ízét, zamatát és kincsét, akkor otthon majd a szülőktől is kérik azt, hogy otthon is fogyasszanak mézet. A felvezetőben elhangzott, hogy azért az elmúlt 8 év alatt jelentősen emelkedett az egyfőre jutó mézfogyasztás mértéke, de azért ez még mindig nem elegendő. Mennyi lenne az elegendő? Hát az elegendő mézfogyasztás az én szemszögemből az lenne, hogyha a magyar méhészek nem szorulnának arra, hogy eladják a mézet felvásárlóknak, és azok, tehát a nagyban értékesítést szeretnénk minél kevesebbre leszorítani. Tehát közvetlenül szeretnének értékesíteni? Közvetlenül szeretnénk. Tehát igazából a termelőknek az lenne a jó, ha minél több mézet Magyarországon a magyar fogyasztóknak tudnánk eladni. Ezzel tudnánk azt biztosítani, hogy az igazi mézet ehessék, nem a boltokban megvásárolt, nem biztos, hogy termelői mézet fogyasztva keressék az egészséges életmód. Igen, gondolkodott, hogy hogyan tudja magát diplomatikusan kifejezni, azért úgy nagyjából sikerült. Igen, azt mondta, hogy nem feltétlenül ugye a felvásárlóknak. Akkor hány százalékot értékesítenek közvetlenül, ilyet meg lehet határozni? Tehát mekkora ennek a mértéke? Illetve hány százalékot a felvásárlóknak? Egy-egy méhész. Nincs erre fölmérés, tehát nem készült erre fölmérés. Annak nagyon 50-50 százalék? Csak valami viszony. Változó, attól függ, melyik méhészünk, mire van beállva, mire van lehetősége, de én úgy gondolom, hogy a legtöbb méhész azon igyekszik, ha más nem is a környezetében lévőket ellátni a mézzel, és otthonról értékesíteni. Mi a tapasztalat, hogy miért önök szerint, miért nem eszünk akkor még mindig, miért nem fogyasztunk elég mézet? Eléggé tág kérdés, tudom. Igen. Nem egyszerű erre nem válaszolni. Egyszerű. Hát... Nagyon drága. Ezt akartam elsősorban mondani, hogy azt szokták válaszolni nekünk, mert a méz drága. Föltenném akkor a kérdést, mert egy kicsit gondoltam, hogy fölmerül ez a kérdés. Akkor a mai viszonylatban egy doboz cigaretta mennyibe kerül? És ahhoz képest... De nem biztos, hogy azok fogyasztják, vagy azok lenne a célközönség, akik cigarettáznak. De a gyerekének mindenki hazavihetné egy doboz cigaretta árán azt az egy kiló mézet. Mm-hmm. És biztos, hogy
jobban járnának, mint ha mondjuk a gyógyszertárból vennének köhögéscsillapítót vagy torokfertőtlenítőt, mert a termelői méz mind ezt tartalmazza. Tehát régen a méz gyógyszertárakban volt kapható, és gyógyszertként fogyasztották az emberek. Ezt kellene minél jobban eljuttatnunk a magyar emberek tudatában. Ha már arról beszélünk, hogy egészséges a méz, gondolom, akkor nem mindegy, hogy meg ön is beszélt erről, hogy nem mindegy, hogy milyen mézt fogyasztunk. Honnan tudjuk akkor megállapítani, hogy az 100%-ig jó minőségű méz, illetve attól a termelőtől van, akinek a papírja vagy a neve rá is van írva a címkére? Jó minőségű mézet nagyon nehéz megállapítani, hogy az valóban termelője. Én úgy gondolom, hogy a laikusoknak nagyon nehéz. De mindenképpen javaslom azt, hogy vagy menjenek ki a helyi termelői piacra, hiszen egyesületünk tagjai is, és más méhészek is nagyon sokan is nagyon szívesen értékesítik ott a mézeiket, és fölvállalják mindezt, tehát nevük a rajta van a címkén. És az Agrárkamara segítségével van egy agrárkamarai kártyánk, mely lehetővé teszi egy applikációval, hogy beazonosítsák a vásárlók a méhészeket. Tehát ha ezt a kártyát bemutatja a termelő, általában nálunk szokott lenni, tehát kihozza, tehát egyből látja az okos mobilkészülékén, hogy valós termelőtől tud vásárolni. Beszéljünk egy kicsikét az idei méztermésről. Mennyiben voltak elégedettek, hiszen azért lehetett olyat hallani, hogy az aszály meg a betegségek azért tizedelték a méheket. Sajnos elég viszontagságos éven vagyunk túl. Az időjárás, amely igazából ebben az évben az aszálynak köszönhetően és a hamar beköszöntött nyárnak, mert azt mondhatjuk, hogy az akácvirágzás alatt 30-35 fokokat mértünk, és mondhatni 4-5 nap alatt levirágzott az akác az erős naptól. Én azt mondhatom, országos felmérésben egy olyan közepes méztermés volt Magyarországon, mondhatom ezt akácra vagy vegyes termésre. A napraforgó virágzása alatt hallható volt a méhek pusztulása, és nem tudjuk megmagyarázni, jelenleg nincs még rá, tehát nem, a laborok nem jelentették még vissza, hogy mi az, amit megállapítottak, hogy mi történhetett. Nagyon nagy vesztesége volt a méhészeknek, tehát a méh állományok pusztultak el, és ezáltal nagy méz szüretünk esett ki, és méztermelésünk hiúsult meg. Minden méhész, ahogy tudja, pótolja, vagy segít a megmaradó méhállománnyal visszaállítani az eredeti helyzetet. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a méhek, ahogy kirepülnek a kaptárból, önmagukra vannak bízva, és amit a természetbe találnak, annak isszuk meg a következményét. Ha mérget találnak, akkor már nem jönnek vissza a kaptárba. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk, és a kampányhoz pedig sok sikert. Nagyon szépen köszönöm.